68 éve megkezdték a kitörést a szovjetek által bekerített várból a második világháború ostromgyűjébe fogott magyar és német csapatok. Hatos Gyula kollégánk az egykori helyszíneken járt. 1945. január 11-ére tarthatatlaná vált a Budán védelemre berendezkedett magyar és német katonák helyzete. Egységeik a várba és az azt körülvevő utcákba szorultak vissza. Ugyan Hitler határozottan megtiltotta Budapest feladását, de a kudarcba fulladt német felmentési kísérletek után a védők számára egyértelművé vált, nem maradhatnak tovább az egyre szűkülő ostromgyűrűben. Két választásuk volt, a hadifogsággal járó megadás vagy a kitörés. Ez utóbbi mellett döntöttek. 17:50 perckor a rádión jelentették a felső parancsnokságnak a védők részéről, hogy a kitörést megkísérlik. Szomol-Mária-halom térségében próbálják meg elérni a saját csapatok védelmi vonalait, tehát az ottani német-magyar állásokat, és minek utána nem szerették volna azt, hogy a Führer főhadiszállásáról egy nemleges elutasító parancs érkezzen a kitöréssel kapcsolatosan, ezért a rádió adóbevő berendezéseket meg is semmisítették. A kitörésre készülő katonák nagy része nem volt teljesen tisztában azzal, mire vállalkozik. Sokan azt hitték, pár kilométeres gyaloglás után elérik a saját vonalakat. Úgy gondolták, vannak olyan helyek, ahol könnyű az átjutás, mivel azokat gyenge szovjet és román alakulatok védik. Az illúziók hatására sok civil is csatlakozott a kitörő katonai egység, sok esetben gyerekkocsival, bútorokkal felmálházva. A szovjetek ugyanakkor felkészülten vártak a kitörésre. Az első állások azok a Szél-Kálmán téren húzódtak, a második vonal a János kórház térségében, még a harmadik védelmi vonalat, a védelmi gyűrűt pedig a Jánoshegy lábánál építették ki. Itt ugye beásott harckocsikat is alkalmaztak, páncéltő eszközöket, aknabetőket, és amikor megindul a kitörés este 8 órakor, tehát az első hullám elindul, akkor ugye itt tüzérségi ellenválasz érkezik a szovjetek részéről. A kitörés két hullámban indult meg. Az első este 8-kor a bécsi kaputérről, illetve a Margit körúton. Ebben kizárólag német egységek vettek részt. Magyar egységekkel kiegészült második hullám már készülődött, amikor megindult a szovjet tüzérség ellentámadása. Ez irgalmatlan pusztítást végzett a kitörők soraiban. A Szél-Kálmán téren szinte hegyekben álltak a holttestek, iszonyatos vérfürdőt rendeztek a szovjet csapatok. Ugye a hátulról jövők nem tudták, hogy mi történik az előttük lévővel, egymást taposták az emberek, egy szóval kaotikus jelenetek uralkodtak. A kitörők első hullámának véres küzdelemben sikerült leküzdeni a Szél-Kálmán téren a szovjet ellenállást, és az olasz, a mai néven Szilágyi Erzsébet fasoron áll elérni a János kórházat. Itt azonban az előrenyomulás elakadt a szovjetek második védelmi vonalán. Ekkor veszik azt észre, hogy a vérmező térségében, mintha lanyhulna a szovjeteknek az ellenállása, a Városmajor utca irányában indulnak meg a kitörők, tehát amikor itt elakad a kitörés, ott újra próbálkoznak, és arrafelé már sikerrel kecsegtet a kitörésnek a lehetősége, ami végül is azt eredményezte, hogy 1945. február 12-én, tehát a másnapi időről beszélünk, a Schwab-hegy, a Remete-hegy és a Hármas határ egy térségében körülbelül 16 ezer német és magyar katona tudta a szovjet védelmi gyűrűt áttörni, és itt gyülekeztek a hegyekben, hogy aztán folytassák a kitörést a saját vonalak irányában. A német és a magyar katonai vezetés a föld alatt próbált meg átjutni a szovjet vonalakon. És itt pontosan az ördögállak itteni végénél ért a napvilágra másnap is nap, ugye 1945. február 12-én Wildenbruch SS Obergruppenführer, aki szűkebb kíséretében, mint egy 15-16 fővel a Budakeszi út egyik villájába menekült be, illetve ott próbált meg egy kis haladékot nyerni. Ez a haladék nem volt hosszú. A szovjetek felfedezték a menedékhelyet, és Budapest német parancsnoka kénytelen volt megadni magát. Hasonló sors jutott a magyar parancsnoknak, Hind Ivánnak is, aki nem ment el az ördögárok végéig. Visszament a Szél-Kálmán térre, és ott került szovjet fogságba. A kitörési kísérlet tragikus véget ért. A magyar és német katonáknak dicsőség helyett szenvedés és halál jutott osztály részül. A német vonalakat a kitörésre vállalkozó 40 000 katonából csupán 700-an érték el.